A győri hajléktalanokat segítő szolgálat a város több pontján is tudja fogadni azokat az embereket, akik egyébként kénytelenek lennének az éjszakákat a szabad ég alatt tölteni. Összesen 270 állandó helyük van, ehhez jön még hozzá 60 hely itt a Szarvas utcai krízisszálon, amely november 1-től április végéig működik. Itt még egyelőre nincsen teltház, de arra számítanak, hogy amint megjönnek a hidegek, ide is egyre többen fognak betérni. A hidegtéli időszakban sokszor annyian szeretnének jönni a szállásokra, hogy bőven túllépi a létszám a 330 főt. Ilyenkor pedig az üzemeltetők kénytelenek pótágyakat biztosítani az érkezők számára. Természetesen nem csak melegedhetnek és szállást kaphatnak az itt rászoruló emberek, hanem alapvető szükségleteiket is elvégezhetik. Negyedik nap volt tegnap nyitva, ma reggelre kevesebben voltak, 41 néhányan. Gyakorlatilag azok a személyek, akik utcán élnek, valamilyen formában kiszorulnak az ellátásból, azok a személyeket látjuk el november 1 és április 30-a között. Itt a tél folyamán majd milyen ellátásra számíthatnak azok, akik ide kényszerülnek jönni? Az alapvető emberi szükségleteket tudják kielégíteni, nevezetesen tisztálkodni tudnak, napközben pihenni, maradjunk a névnél, melegedni tudnak, étkezni tudnak, személyes ruházatokat tudják kimosni, orvosi ellátást tudnak kapni, és szociális munkát, ez korlátozottan, tehát a szociális ügyintézésbe segítenek a munkatársak. A törvényi szabályozás szerint az ideiglenes szállóknak november 1-től április 31-ig kell melegedési lehetőséget biztosítaniuk a rászorulóknak.